Jelenleg a világcsúcsokban vagyunk, egy vegán palacsinta bajnokságban, ahol 12 versenyző indult. Szeretnénk megmutatni az embereknek, hogy vegánként mennyire finom palacsintákat lehet készíteni. Mind a 20 palacsinta teljesen más, de hogy még a tésztája is teljesen más összet alapján készül. So through veganism, we can get slowly to open up our mind and to know about the importance of the peace. A várandóság alatt is lehet vegánnak lenni, egy körültekintően összeállított növényi étrend, az orvos szerint is minden tartalmaz, amire egy várandóság ennek is a formájának szükség van. Nagyon örülünk annak, hogy most megint sokkal több vegyes táplálkozású jött el. Itt a papíron mindenkinek be kell ittelnie, és sokkal több vegyes táplálkozású jött el, mint vegetáriánus vagy vegán. Azt látom, hogy Magyarországon gombamot szaporodnak a vegánok. A vegán helyek is. Azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt 6 hely nyílt Budapesten, hogy kifejezetten vegán. Én második lettem a versenyen, és az állatok miatt csinálom ezt az egészet, és az egészség miatt is. És olvassatok sok okosságot a témában, és legyetek etikusok.